Kecskeméti Karolbojtil a Barátság Központ javára gyűjtöttek pénzadományt Radics Sándor cimbalomművész és zenész barátai a három Gunnar Hotel kerthelyiségében szombaton este. A belépő jegyek megvásárlásából és az adományokból a Farkas P. József által vezetett Barátság Központot támogatták. Radics Sándornak és zenész barátainak a jótékonykodás nem új dolog. A cimbalom művész vezetése alatt közel 10 éve rendeznek karitatív megmozdulásokat Kecskeméten, gyűjtöttek már a kórház koraszülött osztályának vagy a nagy templom felújítására is. A meghívott fellépők mindig örömmel fogadják a felkérést. Hála Istennek egy kicsit szerencsém is van, mert például a Radics Gigi unokahúgom egyszerre nagyon szeretik őt Kecskeméten, és akkor elsőnek jön mi anyaként, elsőnek jön Kecskeméten, nem elsőnek van itt, de már sokszor volt. Például akkor ez a Robi Lakatos hegedűvét, ez még gyerekkori barátom, egy nagyon szeret idejönni, többiek a tartogó cigánzenekarnak a szólistája, mind barátom, és egy szóra igent mondtak, úgy szintén a kecskemétiek és a hegedűs együttes, vagy a Leskovszki Laura, és egy újdonság, ami lesz most egy tánckart újdonság, táncolnak, ez a Álompárti nevezetű formáció, ők is nagyon lelkesen próbáltak, tanultak, és remélem, hogy jól fogják a vendégek érezni magukat. A szabadtéri rendezvény nagy sikernek örvendett. Ezt az is bizonyítja, hogy nem csak Kecskemétről, de Hajdúszoboszlóról és Orosházáról is érkeztek vendégek. Mindenféle műfajból csendültek fel dallamok az est folyamán, megszólaltak klasszikus művek, jazz átiratok, filmzene átiratok, Kodály művek, így mindenki megtalálta a számára tetsző lélekgyógyító muzsikát. Abban készülök, hogy amit az emberek, amit szeretnek, főleg ilyen filmzene átiratok, amiket megszólaltatok magyart is, ugye, akkor meg fogjuk szólaltatni a Kodálynak a művét, mert ugye Kodály itt született Kecskeméten. Hát remélem, szóval mindenfajta, akkor Robi, jazz is, mindent fogunk muzsikálni. Olyan sztárvendégek léptek fel, mint Radics Sándor, Magyar Köztársasági Érdemkereszttel kitüntetett Guinness rekordermester cimbalmos, a jótékonysági est szervezője. Robi Lakatos hegedű virtuóz, Leskovszki Laura énekművész és a hegedűs együttes is. Az est fő attrakciója Radics Gigi énekesnő koncertje volt. Azért jöttem ide ma, mert nekem nagyon fontosak ezek az ügyek, a jótékonysági ügyek mellé általában oda szoktam állni, hogyha azt érzem, hogy szívem, lelkemet bele tudom rakni. És a másik dolog, amiért elfogadtam a meghívást, az az, hogy Radics Sándor barátunk kért meg, hogy jöjjek el ma ide. És hát a harmadik dolog meg az, hogy ugye nagyon rég muzsikáltunk már színpadon, vagy hát most már hál' Istennek elindultak a koncertek, de azért nagyon hiányzott az, hogy színpadon állni és muzsikálni a zenészekkel, örömzenéjünk, úgyhogy ez nem is munkának fogható fel, meg nem úgy fogom fel, hogy most ingyen vagyok, hanem hogy végre zenélhetünk és jól érezhetjük magunkat a kollégákkal. Ide állok arccal a fénybe, fura lett, hogy máshogy élek, nagyot fordult velem a világ. Vadonatúj érzés, mered nagyon nem nyújt a glóriát. Én egyébként a zongoristámmal fogok énekelni pár nótát. Volt már próbánk, hiszen, mint mondtam, hál' Istennek volt már koncert nem is olyan régen, beindult a szezon, és hát úgy állítottam össze a műsort, hogy azért saját dalok is legyenek benne, meg olyan dalok is, amit ismerhet a nagy közönség. Úgyhogy azért nem egy szokatlan páros vagyunk mi az zongoristámmal, viszont lesz egy nóta, amit Radics Sándor és Robi Lakatos fog kísérni, mégpedig a New York, New York című dal. Ezt próbáltuk a héten, de igazából egy picit olyan spontán is lesz, mert nem mindenki tudott ott lenni a próbán, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Örömzenélni fogunk. Right through the very heart of it, in old New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep.
Lacián, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, és elfelejtsék a pandémia okozta stresszt és nehézségeket, szórakozzanak, miközben egy jó célt segítenek. Az énekesnő bizakodóan tekint az év hátra levő részére. Nagyon remélem, hogy továbbra is jönnek majd a felkérések, és nem lesz lemondva egy koncert sem. Ugye sajnos benne voltunk egy olyan helyzetben tavaly, hogy voltak koncertek beírva a naptárba, aztán sajnos az összes le lett mondva ugye a pandémia miatt, de most hála Istennek egy kicsit fellélegezhetünk, és hát remélem, hogy nem csak kicsit, hanem ez így is fog maradni, ahogy most van, és maszk nélkül közlekedhetünk, és bulizhatunk, és szerethetjük egymást úgy, ahogy az előtte volt. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy koncertekkel fog telni a nyár, és hát örömködünk, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk végre. Vadonatúj érzés, váratlan.